Sziasztok! Éda vagyok, a First Look 4. adását látjátok, a Resident Evil 6 demójával a főszerepben. Műsorunk a korábbiakhoz képest teljesen más lesz, hiszen számunkra is ez az első találkozás a játékkal. Ahogy ti is látjátok, Alex éppen most aktiválja a kórot, így addig is, amíg letöltjük, megkérném Mastert, hogy maximum fél percben vázolja fel, mit is tudunk eddig. Szia Éda, üdvözlöm a nézőket! Hát eddig nem sokat tudunk a Reziről, annyi már biztos, hogy 3 kampány lesz. Megszerőztették, hogy lesz egy 4. is, de ezt még nem erősítették meg. A 3 kampányban ugye egy-egy főhősnek a kalandjait kísérhetjük végig, aki kap mindig egy partnert, hogy tudjunk kóban is játszani. Ugye a 3 emberként Leon, Chris és Jake, aki az eddig információk szerint Veskernek a fia. Ami ennél érdekesebb, hogy az ő társa Sherry lesz, akin ugye a Resident Evil 2 óta nem hallott. Multiról nincs hír, a demóról ugye addig annyit tudunk, hogy ezt a 3 kampányt próbálhatjuk majd ki. Hát, reményekkel telve nézünk elé, de igazándiból az E3-as videók óta tudjuk, hogy így, itt is inkább az akció fog dominálni, de ki tudja. Várjuk ki a végét. Ne is húzzuk tovább az időt, lássuk akkor. Hát akkor vágjunk a közepébe, a letöltés megvolt, most már csak a betöltés maradt. Ami reméljük, hogy nem lesz túl hosszú. Igen, lehet, hogy a remény maradt, de nem, és már is itt vagyunk a demóba, amit a játék tudatosít is bennünk, valamint, hogy kedvenc játék fejlesztőnk és kiadónktól származik ez az alkotás is, csak hogy nagyval kell tévedjen. De mi már a főmenüt várjuk, hát igen, ezek fontos információk, kétségtelenül, de itt van, amire ilyen hosszú ideig vártunk. És akkor csapjunk a közepébe. Igen, ezt is tudjuk. És hát a demóktól megszokott, igen, szűkre szabott főmenüvel találkozunk, ugye el tudjuk indítani a játékot, mint az optionsbe körülnézhetünk, hát pillantsunk bele, hát van valami meglepetés, nincsen, akármilyen hihetetlen. A game settingsbe gyorsan beugrunk, bekapcsoljuk a feliratot, jók vagyunk angolba, félreértés ne essék, de azért nem akarunk lemaradni semmiről, ugye egy félreértett névből már voltak ilyen komoly bonyodalmak a történelem során, mi nem akarunk ebbe a hibába esni. És akkor hát amire egész eddig vártatok, és ugye mi is, lássuk, hogy mit is tud a játék, csapjunk bele, play game. Na, hát azt mondja, ez kellemes meglepetés, ugye nekiállhatunk egyedül, de akár már is kódba lehet nyomni, szóval ha valakinek olyan szerencsés, hogy nem csak egy kódja van a demóhoz, de még van egy ismerős, aki szintén ilyen szerencsés, akkor együtt még szerencsésebbek lesznek, ugyanis akár kódba is belevághatnak a történetbe. Hát mi most a magányos farkas üzemmódot választjuk, és megnézzük, hogy igazándiból utána mihez is kezdhetünk. Hát igen, ahogy a demo letöltésénél is írták, 3 kampány közül választhatunk, Leon, Chris és Jake. Ugye, mint mondtam, ezt jelentették be hivatalosan, tehát ugye megint nem lőtték le a poént, de legalább ugye változatos lesz ez a élmény számunkra. Hát én azt mondom, hogy nézzük meg mondjuk Leon. Vele már találkoztunk gameplayeken ugye E3-on és után is. Itt ugye megint nem meglepő módon, ugye említettem a kóp lehetőséget, választhatunk, hogy a két főhős közül ki szeretnénk irányítani, én azt mondom, hogy mint panok maradjunk meg a jól ismert Leonnál. És akkor egy rövid bevezető az irányításról. Ugye azt már tudjuk, hogy ezt itt normális ember megtanulni nem tudja, tehát általában a játék szokott megtanítani minket arra, hogy mit is kezdjünk vele, és már is 2013-ban vagyunk. Bioorganic weapons are a global threat. Start working with the rest of the world. Videó közben nem szívesen szólok bele. Ugye ez határozza meg a történet további folyását. Talán csak annyit mondanék el, hogy eddig tényleg a régi rezidenseket idézi a hangulat. Mr. President! Nem először látom ezt a videót, mégis izgulok hátra most másrészt a végkimenetel. Ha az egész játék ilyen lenne, akkor azt hiszem, most elmondhatnám, hogy kellemesen csalódtam. Ugye egy ilyen dárkos, drámai bevezető, tényleg az igazi régi rezidentes hangulat. Egyből egy erkölcsi dilemma, ugye hát mégiscsak az elnök áll előttünk, aki nem csak Leon védence, hanem egyben egyik legjobb barátja is a leírások szerint.
és hát végeznie kellett benne, zombivá vált, de annak ellenére, hogy Leon ugye sikerült elmenekülni a Raccoon Cityből, és hozzá van szokva a zombi gyilkoláshoz, azért nehezen dolgozta ezt be, hogy mégiscsak ez a bizonyos zombi az egyik legjobb barátja. How do you know my name? Yes. Hunnigan. Ugye megint kapunk egy csinos társnőt, ez egy játékban sosem hátrány. Valamint itt van Hennigan is, akivel a Renégybe ugye rendkívül aktív kapcsolatot tartottunk, ő próbált minket szupportálni. Egyébként vélemény szerint egy kimondottan szimpatikus karakter, úgy látszik őt a hadban se kell nélkülöznünk. Hát igen, Leon kicsit szűkszavú volt, majd nem mindegy, hogy milyen állapotban lőjük le az elnököt. Ha ugye zombi, akkor az már csak olyan fél elnök, tehát mondhatjuk, hogy le is mondott. De ha élve lőtte volna le, az gázosabb lenne, főleg, hogy így a titkosszolgált egyik embereknek ki kéne megvédeni. De ezt a dilemmát meg is oldott a főhősök. És hát igen, most látjuk, hogy kitört a vírus. Ugye a Resident Evil játékban mindig egy elszeparált, izolált részen találkozhatunk a fertőzésre, és onnan kellett valahogy kijutnunk, megszöknünk, életbe maradnunk. Igazándiból én személy szerint már vártam egy részt, hogy tényleg egy olyan igazi kitöréssel nézhetünk szembe, ahol folyamatosan terjed a vírus, és már a katonaság, stb. Kell bevetni, és próbálják megpékezni, és egy ilyen apokaliptikus világkép kialakulásával fenyeget a helyzet. Úgy tűnik itt valami ilyesmibe csöppenünk. És újra az irányításnál vagyunk. Ugye hát egy loppant hosszú videó alatt az ember, ha meg is tanulta, akkor biztosan elfelejtette. Adam. I'm sorry. És ez ugye már gameplay, amiről azt hiszem túlzás nélkül elmutatjuk, hogy gyönyörű. You have some sins to confess? It's hard to explain. If I don't tell you at the cathedral, you may not believe me. Igen, sokan kritizálták a karakterek mozgását. Elsőre valóban egy kicsit furcsa. Nem is tudom, hogy mi lenne rá megfelelő kifejezés, de igazándiból én már a gameplayt, amikor még neten néztem, akkor is persze tudom, meg lehet szokni, most szerintem játék közben ez még egyszerűbb lesz. Leon új szokást vett fel, amikor bemegy egy ajtó, megfogja az ajtófélpát. Hát az ember ugye, ahogy idősödik, úgy vesz fel egyre furább szokásokat, ezt szerintem meg kell szoknunk. Ugye főhősünk itt már nem az a fiatal rendőr, aki elindult Raccoon Cityből, akinek mindent lehetett, ugye, és mindig nevetve nézett szembe a veszéllyel. De félretéve a tréfát, ha megnézzük a környezetet, ugye megint csak azt tudom mondani, amit már számtalanszor elmondtam, hogy a régi Resident Evil-ek köszönnek vissza a sötét helyszínek, a fura hangok, és ugye mindenki hal. Ez egy horror játéknál nagyon jó felvezető. Úgyhogy ha ez alapján kéne, megint csak azt mondanám, hogy itt véget érne a demo, én azt mondanám, hogy a Capcom megtalálta a régi, méltatlanul elhagyott utat, és visszatért a Resident Evil hagyományokhoz. De várjuk ki a végét, várjuk ki a végét, ne ígyünk előre a medve bőrére. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem a Spencer Estate-nek az ebédlője jut erről a helyről eszembe. Mondjuk jóval méretesebb, és hát ugye itt ugye jól látszik, hogy ünnepelni készültek, hogy a főhősök is mondták. Hát bizonyosan más szerettek volna ünnepelni, nem a vírus kitörését, de ugye, ahogy mondani szokás, ember tervez, Isten végez. És megint a kapaszkodás, ez így már egy lájtos kényszerbetegségnek a előképét veti fel, de ne bagatelizáljuk el, ugye nem szabad mindenbe beletötni. Asztalok labirintusába kell megtalálni a tovább vezető utat. Ez is szerintem az ilyen apróságok is jól fokozzák a horror élményt. Gondolok itt arra, hogy tehát, hogy az ember mindig kicsit elveszettnek érzi magát, és amikor ilyen nagyon egyszerű kis feladatokkal kell megbírni, lemenni az asztalok között, és helyenként el van barikádozva, és ugye próbálod utolérni azt, akit láttál az imént. És hát ugye a kivilágított tevédlőből egy teljesen sötét konyhába, ahol bármilyen rejtőzhet, mondjuk arra vár, hogy rágugorjon.
Igen. Ez mondjuk csak egy felborult kuka volt, nem egy ugró ellenfél, de ugye akár az is lehetett volna. A Resident Evil 5-ből Max Scott kóp ajtónyitás, így a társunk is ott legyen. És megtaláltuk az első túlélőnket. Bár az állapotát elnézve nem biztos, hogy túl sokáig az is marad. Igen, az itt említett köd ugye valószínűleg egy új elemet fog vinni a játékba, de ez nem feltétlenül baj, ugye megszokhattuk, hogy részről részre a vírus mindig fejlődött, ugye más hatást fejtett ki az alanyokra, itt valahol valamilyen ködről van szó, hát majd meglátjuk, hogy a játék ezt mennyire használja fel jól. Leont figyelve egyébként elmondhatjuk, hogy az előző részekhez képest tényleg így megkomolyodott. Tehát nem csak az arcvonásai lettek férfiasabbak, de ez a nagyképű akcióhős feelinget valahogy kicsit már kezdi maga mögött hagyni, és inkább egy ilyen évek alatt megedződött, kemény és komoly ügynököt láthatunk a képen, az ő bőrébe bújhatunk, ami szerintem rendkívül üdvözölendő. És hát akkor segítsünk is a túlélőnek megkeresni a lányát. Az úriember egyébként roppant bátor, ugyanis egy szál elemlámpával megy előre. Valószínű, hogy ő még nem találkozott komolyabb veszélyforrással, amióta itt elszódultak a dolgok. Hát a patkány az nem nevezhető veszélyforrásnak. De hát ugye azt mondják, hogy a gyermekeért mindent megtesz az ember. Úgyhogy valószínűleg ezért is ezért sem fél. Közben megjelent a képernyő jobb alsó sarkába az invertorink. Itt ugye különféle adatainkat láthatjuk. Hát én megpróbálom megtippelni, én azt mondom, hogy a legfelső lehet az életünk, aztán az alsó, aztán a lőszer, a kettő között pedig egyelőre nem tudom mi van, de idővel biztosan ki fog derülni. Közben kapom itt az információkat, hogy az égi hang tájékoztatott, hogy az pedig az adrenalin. Vagy valami hasonló, de erről is idővel tudok berülni. Hoppá, már is megkaptuk az első támadást, ami egy elrozsdásodott csillár képében romlottatok rám. De egyébként ami szintén jó. Mármint úgy értem, hogy a régi rezikben is szokás volt ez a teljesen kietlen helyeken bolyongsz, mindenki el van tűnve, és akkor felbord egy hordó, leesik egy tányér, és így éljük át az első ijegységet. Tehát, hogy tényleg egy ilyen horrorisztikus, kiszámíthatatlan közegben vagyunk, és az ember a feszült idegek miatt ugye bármi történik, mindenre úgy reagál, hogy most biztos ránk rontanak, holott csak nem tudom, kiöntötte egy csésze kávét. Úgyhogy még mindig az érzés még mindig a régi. A területekről pedig azt hiszem, hogy ti is látjátok, ugye egyik jobb, mint a másik. Tehát ez az éjszakai, utána gondolom a Fehérházba lehetünk, vagy itt legalább, vagy lehet, hogy valamilyen megválasztás, ilyen pártközpontban, én a Fehérházba tippelek. Na. És most már azt is tudjuk, hogy le tudjuk rombolni a környezetet. Bár ugye, hogy mondani szokás, egy játék nem attól lesz jó, hogy most hogy el tudjuk-e törni az edényeket az asztalon, vagy nem, hanem hogy azon kívül ugye egyébként miről szól, de kétségtelenül valószínűleg egy komolyabb összecsapásnál látványos lesz, mondjuk lelőnk egy ellenséget, és mögötte széttörnek a dekoráció egyes részei. Elnézést, én is kicsit meglepődtem, aztán ráborul arra az asztal, és akkor az első halált túléljük egy ilyen bútormozgatás során. De csak azt tapasztaltuk meg, hogy az út el van barikádozva. És hát a túlélőnk tovább kutat a lánya után. Méretes épületben nincs könnyű dolga. És hát úgy látom, hogy nincs is túl jó állapotban. Igen, jobb a biztonság. Igen, az egészségügyi állapot annyira nem zavarja, de még teljesen érthető, hogy szeretné megtalálni a lányát. Bár az emberben ilyenkor például, akinek van ez is, vagy zombis múlt, ilyenkor már felmerül, hogy valószínűleg nem is olyan sok ellenségként fogunk vele újra találkozni. Ha nem az órunk előtt alakul majd át, de ne szaladjunk ennyire előre. Egyelőre kövessük, és
próbáljunk segíteni neki. It's locked, but I work here. I've got the keys. Once we're in, we can take my car. Igen, itt bebizonyosodott, hogy jó tett helyébe jót várj. Ugye, annak ellenére, hogy társunk azt tanácsolt, hogy ne ragadjunk le mindenféle civileknek segíteni. Leon megmakacsolta magát, és elmentünk a lány keresésére, és kiderült, hogy az úriembernek van kulcsa a lifthez, tehát így majd ki is tudunk jutni. És akkor folytassuk a egyre mélyebbre nyomulást. Közben úgy látszik, Leon felkapcsolta a zseblámpáját is, ami ezúttal teljesen új megoldás, nem a fegyverre van csatlakoztatva, de még csak nem is kézi lámpát használ, hanem a fején lévő adóvevőhöz, ha jól látom. Vagy legalábbis onnan jön ki a fény, hát de valószínűleg nem a szemei világítanak. Tehát majd egy későbbi kamera nézetben meg tudjuk mutatni. Itt én klassz dolognak tartom, hogy amikor ketten kell kinyitnunk egy ajtót, az ugye nem csak azért van, mert a kóp ezt megköveteli, hanem akkor már van egy ilyen együtt végigpásztázzák a szobát jellegű pillanatnyi állapot is, ami szerintem jó, mert nem kell az emberbe azt a benyomást, hogy vajon egy életerős férfi miért nem tud kinyitni egyedül egy ajtót. És közben megtaláltuk a lányt. Bár ugye, ha megnézzük az állapotát, meg a szobába lévő káoszt és vért, ugye egyre inkább fokozódik az emberbe az érzés, hogy egy közeli dráma van újra kialakulóban. Igen, és Dani ezt túl is biztosítja, tehát nehogy bármelyik pillanatban is egy kicsi esélyük legyen átalakulni. De én azt mondom, hogy egyelőre próbáljunk egy kicsit optimisták lenni, reménykedjünk benne, hogy mindketten élve kijutnak. Ha meg nem, akkor ugye még mindig van egy pisztolyunk tele lőszerrel, nem is beszélve az adrenalinról, ami nem biztos, hogy az, de biztos jó valamire. Később majd kiderül, bár minden esetre horror játékban egy ilyen elem nem feltétlenül üdvös, de mint mondtam, ne legyünk pessimisták, későbbjebben biztosan erre fény fog derülni. Most nekünk kell segíteni nekik, hogy tovább jussunk. Ez a épület most már nem biztos, hogy a Fehérház, tehát az ilyen állapotokban csak nem kormányozhatnak egy országot, vagy itt épület felújítanak. Az viszont biztos, hogy a játék hangulatát nagyon tudja fokozni, egy ilyen sikátorszerű, piszokkal teli helyszín, és végre liftezhetünk. Igen, mint egy pillanatra látszott volna ez a fejre erősített lámpa dolog, de... Hát ugye Leon a titkosszolgálatnál valamiről tudni lehet, hogy egy igen komoly szervezet. Elsősorban az a feladatuk, hogy az Egyesült Államok elnökét és annak családját minden körülmények között, és hát ugye bármi áron védelmezzék. Lehetséges, hogy nekik vannak ilyen kütyűik, ilyen apró fejre szerelhető lámpa. Praktikus. Reméljük meg fog jelni kereskedelmi forgalomba is. Hát de figyeljünk. Liz? Igen, az előző játékokban láthattunk hasonló jelenetet, de ugye nem felejtsük el, hogy most valószínűleg megint csak egy új vírusról van szó. Szóval érdekes lesz, hogy a hölgyel mi fog történni. Igen, ott a említett lámpa. Ez biztos meg fogunk kapni, hogy ilyen lámpamániás vagyok, úgyhogy többet nem is beszélek róla. És igen, a legjobbkor megy a záram. Hát a hangok nem túl biztatóak. Hát, ja igen, a vírus beváltotta hozzáfűzött reményeket. Hoppá, hoppá, egy harapás becsúszott. De sikerült megszabadulni tőle. Egy gyors gombos csata. Hú, ez szerintem azért hajszál hiá, hogy nem a társával sikerült, társunkkal sikerült végezni.
De hát, hogy a stressz helyzetben könnyen beszél az, aki csak nézi, mint egy filmet, és hát benne lenni biztos sokkal nehezebb. Ezek a gyorsgombos összecsapások igazániból elég látványosak, szóval szerintem minden játékban elpér egy-kettő. Ha túlzásba viszik, az kellemetlen lehet, de ez például szerintem nagyon látványos és klassz jelenet volt. És a hangok alapján úgy tűnik, hogy vég az egyedül zajongásnak. Nem is kicsit. Azt a mindenit, levon az évek alatt tanult pár új trükköt. Most láthatjuk azt is, ugye, akció közben a kijelzőinket. Egy garázs tele zombival. Igen, azt hiszem most fogjuk jobban megtanulni a... Hoppá! Úgy tűnik, hogy a gyors gomboknak nagy szerepe lesz, akkor egy zombi megragad minket. Hoppá! Csak nem egy rúddal ütött meg minket. Igen, erről hallottunk, hogy a zombik tudnak majd tárgyakat használni, de ezzel most találkozhattunk először. És van Gears of War-féle kivégzés is. Hát... Határeset, mondjuk úgy határeset. Egy földön kúszó zombit miért ne lehetne letaposni? Ez mindig is nagy kérdés volt. Most már le lehet. Tehát ahogy láttuk, a lőszercseket feltétlenül pazarolni, simán le is rugdoshatjuk az ellenfeleket. Tehát meg kell próbálnunk kijutni. Igen, mivel a garázs kijáratánál rengeteg a zombi, ez az egyetlen lehetőség, ami maradt. Igen, és egy kamera szoba, újabb túlélők tűnnek fel. És akiknek a háta mögött ott vannak a zombik, hát valószínűleg velük nem fogunk tovább kalandozni a fehér házba, ugye első ránézésre. Igen, ebből leszületjük azt a tanulságot, hogyha olyan helyen vagyunk, ahol sok a zombi, nem szabad folyamatosan kiabálni, mert nem hallod, hogyha hátulról mögéd lopóznak. És ez a két úriembernek a végzete is lett. Az viszont érdekes, hogy Leonnak ugye a mentalitása mit sem változott, tehát ő most is elindult volna túlélőtől segíteni, és csak a hölgy partnere felhívására gondolkozott el azon, hogy igazándiból már végignézték a támadást, tehát mire odaérnek, valószínűleg nem tudnának segíteni. Bár valószínűleg ebben szerepe van az is, hogy az előbbi két túlélő nem tudtak segíteni. És hát innen fogjuk a kalandot folytatni, 2012. 10. hó 2-án.